szeretettel köszöntöm mindenkit. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Külön szeretettel köszöntöm a megjelent képviselőt és polgármesterasszonyt. A könyvtárnak, a megyei könyvtárnak a munkatársai is itt vannak. Nagyon sok szeretettel köszöntöm őket is, és örülök, hogy eljöttek a rendezvényünkre. 2013 óta van lehetősége a könyvtárnak, hogy olyan rendezvényeket szervezzen, ahol neves előadókat hívunk meg. Az idén Laci János volt itt egy író-olvasó találkozón, és decemberben Kiskata zenekara fog jönni. A mostani rendezvényünkre pedig egy olyan ismert személyiséget hívtunk, aki az elmondása szerint nem volt én Bogácson, de itt kaptam bizonyítékot, hogy 1998-ban járt itt Bogácson, hát majd szembesítettük valóban itt a nevet. A neve Pintér Tibor, és engedjék meg, hogy egy nagyon röviden ismertessem az ő életét, a pályáját. Úgy gondolom, hogy vannak, akik ismerik őt a tévéből, de lehet, hogy nem tudják, hogy pontosan honnan is indult, és hogy ért el ide. Pintér Tibor 1974-ben született, musical és operett színész, énekes, a Szigetszentmiklósi Színház, Sziget Színház, és a Nemzeti Lovas Színház igazgatója, rendező és producer. 1997-ben diplomázott a Színház és Filmművészeti Főiskola operett musical szakán. Előszerződéses ösztöndíjjal két évadra a Veszprémi Színház társulatának tagja volt, ahol főszerepeket is játszott. Játszott ezen kívül még a Budapesti Operett Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban és a Rutkai Éva Színházban. 2002-ben megalapította a saját utazó színházát, Sziget Színház néven, Szigetszentmiklóson, melynek darabjait az elmúlt években nagy sikerrel mutatták be az ország számos részén, sőt az országhatárokon túl is. A társulat átlagosan évi 150 előadást játszik. És akkor 2006-tól 2012-ig a Komáromi Magyar Lovas Színház rendezője, művészeti vezetője és színésze. 2013-ban megalapította a Nemzeti Lovas Színházat, amelynek igazgatója, rendezője és producere lett. Tehát akkor a Szigetszentmiklósi Sziget Színház és Nemzeti Lovas Színház művészeinek, Békefi Viktóriának és Pintér Tibornak következik az előadása, aki kimondottan erre az alkalomra állította össze a műsorát. Tehát akkor a színpadon Pintér Tibor, fogadják szeretni. Jöjjön a passzikor, jöjjön az ostor, szolgasod a szép szót.
király. Verona félre fűzeti, az ember eddig tűzeti, hogy folyton félre megél, hogy itt az történt. Egy sérmér van, hogy ejteni, vérhelyű lett, hogy őrű király. Bűvályos király, a város itt ketté szaga, törvény az nincs a maga, két család folyton hatban áll, középút nincs ez a láj, miért van, hogy elejteni, vérhelyű lett folyik. Bűvályos király, a szép leóra így közön, így átsz a bosszú vágyön, szépen a lányom asszonyom, a fennem hatunkra szagom. Vennék föl, itt meg a csáj, hát belül miért a fogodrág? Bőrű király, bűvályos király, a szép leóra így közön, vigyázz a bosszú vágyön, szépen a lányom asszonyom, a kertet hatunkra szagom. Vennék föl, itt meg a csáj, hát belül miért a fogodrág? Jó hangulatot fogunk csinálni, megígérem, de ehhez ti is és önök is kelletek. Most hadd jegyezzem meg és mondjam el, hogy köszönjük szépen a meghívást. Bogácsról hallottunk, és jártunk is itt civilként, de fellépő művészként még nem, és remélem, hogy többször jövünk majd ezután. Most egy olyan dal következzék, illetve kettő, ami annak idején az első lemezemről és egyúttal az utolsóról, de most kacérkodom 40 év fölött, hogy csinált egy új lemezt. Ez meg az volt a cím, hogy Bindér tábortűz. Tábortűzi dalokat dolgoztunk fel rajta. Ő az volt a hangszerelője egyébként, aki a Fekete Vonatnak, aki akkor a legnagyobb pop slágereknek a hangszerelője volt, és nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy ez a fiú, a Harmad Szabolcs csinálta és hangszerelte ezeket a dalokat. És ez a dal, ami most jön, ez lett a legnagyobb sláger, és kérdezték tőlem a producerek, hogy melyik dalt szeretném slágernek. És mondtam, hogy van egy tábortűzi dal, amiből csak ennyit tudok, hogy csak azért szeretem a mesét, mert a két szemed oly meseszép. Csak azért, a te két szemedért, a te két ragyogó szemedért. És ebből lett az a dal, amit aztán a rádiók sokáig sugároztak, jöjjön tehát most a mese. Csak azért szeretem a mesét, mert a két szemed oly mese szép. Csak azért, a te két szemedért, a te két ragyogó szemedért. Csak azért szeretem a mesét, mert a két szemed oly mese szép. Mikor megláttalak, kedvesem, ahogyan néztél rám szeriden, szemed szép mosolyát, hangod lágy dolgomát, én azt nem feledem soha már. Szállod a hangon pengolitát, elmentél, itt hagytál vége már. Jó lenne a lábam, de ugranék a színpadról, és
jelent, az a szó szerelem, az, hogy én őt nagyon szeretem. Szállod a halka meng a gitár, elmentél, itt hagytál végre már. Ó, elmentél, itt hagytál, halka meng a gitár, a szívem de nagyon, ó, nagyon fáj. Csak az én szeretem a mesél, mert aki így szeret, hogy mesél szél. Csak az én, az aki így szeret, az aki én ragyadó szemetél. Csak az én szeretem a mesél, mert aki közben ugrabugrálok, sőt, hadd mondjam, egy jövő hét végén készülünk életünk legnagyobb showjára, a Paplászló Sportarénában, a Gladiátor című gigantikus musicalre, ahol 72 ló, egy elefánt, 180 szereplő, és nagyon aggódunk, hogy mi lesz, nem csak miattam, majd elmondom, hogy még kik miatt. Ugye Papa Dimitri Vadináról biztos tudjátok, hogy a Nemzeti Vágtán tört el a lábát, amit én megnyertem egyébként, rá két hétre. Mindig szoktam mondani, itt a ló győzés, nem a lovas, ugye a galopsportban, a lósportban mindig a lóé az érdem. Rá két hétre meg teljesen indokolatlan módon változtam a lovammal, napsütésben egyébként egy tök egyenes talajon, és egyszer csak ugye a lónak négy lába van, mégis megbotlik, hát elbotlott velem, rám esett, és bal lábommal próbáltam tompítani az 100 kilót meg a gravitációt, és a lábfejem átkerült egy másik dimenzióba, még aznap este megoperálták, ez volt 7 hete lassan, és tegnap előtt vettük be a gipszet, kihúzkodtak bele ilyen drótokat, és most ez a cipra alig ment föl rá, egy órán keresztül tuszkoltunk, de most rajtam van, tehát előre elnézést kérek, ha nem tudok nagyon mozogni, de olyan dolgokat választottam egyébként, amik a szívemhez nagyon közel állnak. Már is indulj a következő dal, Zolikám, indíthatod. Ezt lehet nyugodtan. Ezt még szegény Komár László ajánlotta nekem, amikor azt mondta, hogy Tiborkán nyugodtan énekel, bár ez az én dalom, de jól fog neked állni, és akkor megtanultam. A címe 20 év múlva az ifjú vándor megpihen. Egyébként ez volt az első dal, amit életemben megtanultam, gitáron. És egy lány azt mondta, hogy ha megtanulom, akkor összejön velem a tábor tűznél. De mire megtanultam, már egy másik filmen csókolózok. Viszont a dal az meg. Nem szól a dal, szomorú, csendes este van. Most még mind itt vagyunk, senki nem szól, hallgatunk. A szív is csendesen, gyertek üljünk közel. Ez a búcsú éjszakán, szóljon a dal hozzá jó barát. Az ifjú vándor megpihen, hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. Felkelt a nap, a reggel köszöntetve rád, minket bánt a fény, az is, hogy elhagyjuk egymást. Együtt leszünk, még egy hosszú éjszakát, vígan átvillasztjuk, ahogy tettük sok-sok éven át. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, hosszú és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, 20 év múlva lehet, hogy találkozunk.
jövőre is fogunk találkozni. Látom a vezetett Sziget Színház egyébként járni az országon és Európában, sőt voltunk tengeren túl is. Komoly rizikerekkel, mint legutóbb a Herrel, akár erre a színpadra is elkerülnek. De jöjjön akkor 20 év múlva, aki nem tudta volna ezt a dalt, és már megtanultam, hogy nem szólnak. Szomorú csendes este van, most még mind itt vagyunk. Senki nem szólhatunk, a szél is csendesen. Gyertek, üljünk közel, ez a búcsú éjszakánk. Szóljon a dal hozzád, barát. Az ifjú bátor megpihenünk. Hosszú még az út, és közdet, amit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk. 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. Oh-oh-oh. 20 év múlva az ifjú bátor megpihenünk. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk. 20 év múlva, mert hogy találkozunk. Segít nekem, és nagyon jó, hogy ahogy idősödöm, hogy van egy fiatalabb kolléganő, két óból kifolyólag, először is már nagyon szép és felfrissít az úton, hogy egy ilyen gyönyörű nővel utazhatok. A másik, ami ennél fontosabb, nem kell rosszul mondani, ami ennél fontosabb, hogy segít nekem, és amikor már kezdek fáradni, meg a hangom már kezdik fölmondani néha a szolgálatot, ami egyébként ritka, akkor ő belép a képbe. Egyébként a Nemzeti Lovasszínház fiatal művésznője, kitűnő hang, nagy reménység, úgyhogy jöjjön most egy operett, az operett kedvelőknek, jöjjön most a Csárdás királynő című operettből Szilvia belépője, aki előadja Békefi Viktória! Yeah.
Viktória. Igen, jól is szerekelni. És akkor, hogyha a Csárdás királynőnél vagyunk, akkor menjen is a helycigány húzda nótkán. Illetve az nem a Csárdás királynő, ez a Marica grófnő, de a szerző ugyanaz, Kálmán Imre. Mit tudják, ki van, hol ide tűnt, mi fáj? El voltam egyszer én is, büszke rá király. Nótát is százszor elhúzottam, százszor annyi bankoltam, mint amennyi thank you.
könnyen egy dal, ami egy kedvenc dalom, és a Honfoglalás című film ihlette azt a rockoperát, azt a Lovas Színház által bemutatott rockoperát, aminek volt szerencséje producerének és rendezőjének is lennem. Ezt a dal többször énekeltem Fehér Lóról, és Ló nélkül, és felhívom a kedves szervező hölgyek figyelmét, hogy a Nemzeti Lovas Színháznak van egy olyan műsora, hogy világhírű műzikelek és operettek Lóhátról, amihez semmi más nem kell, mint egy füves vagy földes pálya. Nagyon sok helyre hívják ezt a műsort, mert ilyen nincs egész Európában sem. Lóhátról énekelünk műzikeleket. Természetesen mindegyik műzikelhez és operetthez csatlakozik egy-egy attrakció. Viki egyébként kitűnő lovas, és 8 olyan lovas színésszel járjuk az országot és a világot, sőt a fővárosi nagy cirkuszba és a holland királyi cirkuszba is kaptunk meghívást, ahol állva vágtázunk a ló hátán, és úgy énekelünk, illetve dzsigitelés közben, és még számos olyan attrakció, ami valahol a cirkuszművészet és a színházművészet között van. Ezt csak azért mondom el, kevesen tudják még, de a Nemzeti Lovas Színház útra kell, tehát, és szállítjuk vissza a lovainkat, mint egy cirkuszi vállalkozás. Ajánlom a Pogácsok figyelmébe, akár egy falunapra, akár egy olyan ünnepi alkalomra, amikor a Pogács községen, városa bármit ünnepelne. Jöjjön most, tehát ez a dal, tényleg a kedvenc dalom, és valahányszor énekelem, nem tudom igazán megunni, ez a honfoglalásból kell még egy szó. Yeah.
ne igény, nézz rám, sose félj, ha nincs hely, ahol élsz, indulj haza felé. És tudom, is a szerződésünk 64. oldala 42. passzusa alapján sajnos van egy olyan pont, hogy a Pintér Tibor és Békés Vikit nem tapsolják meg, mert egyszer vissza nem kapjuk meg a gázsinkat. De a másik, mi viszont zárójelben beleírtuk, hogy ha viszont visszatapsolnak, akkor dalonként 1500 euró. Jó, jöjjön egy olyan dal, komolyra fordítva a szót, amit nagyon ritkán énekelek, de azt gondoltam, hogy mivel ünnepi műsor kértetek tőlünk, ezért most direkt elfogom, ez nem musical, nem operett, hanem egy opera ária, ez a Bánkben című operából Hazám, hazám, de minden. Ez nagyon jó. És elnézést, hogy üvegből iszom. Egészségetek, köszönöm.
Köszönöm szépen, Viktória. Szóval, most bulizni fogunk, még ide is gyere nyugodtan a következő darra. Pataki Attila, nagyon jó barátom lett, mert hogy kezembe ajánlotta az Edda Musical megrendezését és létrehozását, és színházunk járja ezzel a musicalrel az országot, nagyon nagy sikerrel, több sportcsarnokos turnén és a Ram Colosseumban, Budapest Látványszínházában játsszuk rendszeresen. Szerintem a legjobb musicalünk, amit eddig előállítottunk, az Edda 26 legszebb slágeréből egy szerelmi románc. Egy picit az Edda életét is feldolgozza, de nem Pataki Attiláról szól, hanem magáról az életről, egy kis varázslattal, egy kis szerelmi történettel. Jöjjön most tehát a jól megszokott és a címként is apostrofált kör. Gyerünk! Tudod, ha megtolhatod egy kicsit szorikát, hadd szóljunk! Velünk kell ám énekelni, ismerjük a dolgot, ugye? Szövegét tudjátok? Elég nem. Figyelj! Köröm közepén állok, körben lesznek jó barátok, körben lesznek jó barátok és rosszak. Köröm közepén állok, így könnyen eltaláltok, így könnyen eltaláltok. Rosszal, gyere mindenki! Ha egyszer holig várom, a körközepén vagy majd hiányzom, rám többé nem találtok rosszal. Na még egyszer, figyelj! Ha egyszer holig várom, a körközepén vagy majd hiányzom, rám többé nem találtok rosszal. Két szerelmes persze a végén egymásé lesznek.
ami be csak az a furcsa, ugye, hogy a Viki a partnerem egy kicsit idős hozzám, szerintem. Már keresem a fiatalabb kolléganőt, mert csak olyan hitetlen, hogy ugye én szerelmes vagyok a Vikiben. Tehát az, hogy ő belém, az teljesen hitetlen. Csak viccelek, örülök, hogy jól van. Na, akkor jöjjön, éjjel érkezem.
mindent. Teljesen megzavarodott, hogy csókolosztanál a színpadon, hogy tudja, mi következik. Én persze tudom, én képbe vagyok, hogy a Zoli. Jöjjön össze, Zoli, te is zavarba jöttél. Elképzelhetett, milyen lehetne csókolózni vele. Jó, mert a szájunk föl. Szintén okay. Rendben műzike, gyerünk, buli van. Nem tudok ugrálni, de van. Thank you.
tettük meg önöket, amit mi nagyon szeretünk énekelni, de így kell elsősorban Lóhátról. Ebben a dalban végig mögöttem áll egy fekete lovon, és látok közben énekeljük ugyanazt, amit most egyébként itt a színpadon. Ez az Oberász Fantomé című musicalből a Krisztin és a Fantom nagy duettje, amiben azt kell tudni, hogy Andrew Lloyd Webber a zeneszerző feleségének, Sarah Brightman-nek szánta a szerepet, valóban a londoni West End bemutatón a felesége játszotta, és egy C fölötti CD E hangot írt bele, tehát a magas C fölött még egy kis tercet, tehát még följebb kell a koloratúr szobrának énekelni ezt a magasságot. Hát ezt még jelenekli és hajszik, hanem ezt lovon is hogy tudjuk prezentálni, hát most a fekete lovat csak képzeljék el. Egyébként azon a fekete lovval estem el, amelyikre ezt szoktuk énekelni, lehet, hogy úgy bosszultam meg, hogy elege volt már az én hangomból, a Vikiét szereti, ez biztos. Jöjjön most tehát, Fantom nagy duett, Békefi Viki és az én előadásomban. Ring bell, ring bell.
ezt vegyük vissza lassan. Ugye, tehát megvan a gázsikó. Tudsz most nézni? Na, hát akkor Máté Péterre búcsúzunk. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Mondjuk itt nincs olyan, úgy látom, akinek véget ért volna. Még ott az őszhajú, őszhalántékú, csodálatos hölgyeknek sem. Mert azt mondja Máté Péter, hogy egyszer mindent újra kezdhetünk. Hát akkor ennek a reményébe búcsúzunk tőletek. Mehet. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Egyszer elmúlnak az íjas éjszakák. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyelv. Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság. Egyszer nélkülünk meg a vonat tovább. És az állomáson állunk, ahol integetni kell, de a búcsúnak csak pár ember figyel. Egyszer véget ér a lázas ifjúság, egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. De a szívünk addig új csodára vár. Ezért ne féljünk az újtól, mert az jót hozhat nekünk. Talán abban van az utolsó remény. Létünk ingoványra épül, mely a sötét vébe húz. De ha akarjuk, még tűzhet ránk a fény.
Polja fel a szó. Igen. Van ennyi pénz a kasszában, meg most már 3000. Jó. Már nem az a jó, hogy összeg a hanem az, hogy van még neked az, Zoli? Tényleg? Ilyen nagyképű voltam két ráadást, ráírtam egyből. Ennyire tudom, hogy jó vagyok is vagyok. De tényleg? Hát ez még egy dal tényleg van. Ez ugyanúgy a Máté. Egyébként az, hogy a Viki a legjobb hogy mondjam, közönsége, mert nagyon szórakoztatják az én vicceim, amiket itt szülök, és itt magában kúcsot. Jó, én most, te maradj ott, Viki, én lennök oda a színpad szélére. Egyébként kezdve kicsit tányálva már állom. De azért még tudom, meg az adrenalin összetart. Az, hogy jövő hétvégén hogy teszek gladiátor, azt még nem tudom, de van egy opciónk, és ezt már kitaláltuk. Hogyha... Elmondhatom, hogy... Ne veszem. Tehát, hogyha véletlenül nem tudnék gladiátor. Olyan, láttátok a Ridley Scott filmet, amiben leszek róla a gladiátor? Igen. És akkor azt mondja, amikor oda megy hozzá a császár, és azt mondja, hogy ki vagy te? És leveszi a csisaket, és azt mondja, hogy my name is gladiátor. Ugye ez én nem gladiátor. És most kitaláltam azt, hogyha nem tudom eljátszani, mert senki károk, akkor bejövök egy ilyen fém mankóval, mert volt egyébként egy alumínium mankó, bebotorkálok, oda jön a császár, megkérdezi, ki vagy te? És megfogja a mankómat, és eljátsz, hogy nagyon forró, és így csinálj, ez nagyon forró. És mire azt mondja, az én nevem radiátor. Szerintem nem jó. Én találtam ki. És ha meghívsulnám a produkciónkkal így indulna, de meg lesz tartva, higgyék el. De úgyis csak lovon kell ülnöm, néha szállok csak le, akkor is a Vikit kell elnáspánkolnom egy karddal. De végén, de tényleg, mert a végén beöltözik fiúnak, vele harcolok, mert rákényszerítik, és majdnem megölöm a saját szerelmemet, aztán kiderül, hogy nem az, és akkor már, hogy nem ellenség, és együtt szúrnak be minket, és öltözünk fel a Mennyországba, egy különleges reptető rendszerrel, amit rajtunk tesztelnek, most Amerikában hozták. Lóról fogunk felröpülni, tegnap próbáltuk éppen Balaton-Fenyvesi lovardába, úgyhogy nagyon izgalmas lesz, úgyhogy jöjjenek el, hogyha meg ihlettem önöket el a produkcióval. És akkor tényleg jön az utolsó dalunk, ez Máté Péter, Elmegyek. Vasárnap volt,
amikor elvettál. Nekem tennem csak az a nap, vasárnap volt, elmúlt már. Nélkem így jött el a sötét vasárnap, mikor tőlem elmentél. Nekem többé már nem tündökölt a nap, csak ha újra megjönnél. Kint a szabadítékben. Jó, hát az már...
Remélem azzal kezdődik, hogy strand, csajok, ide beugott volna, hogy fogács. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.